Az Én Világom címmel nyílt meg Gál Antal fotókiállítása november 4-én az Arácsi Népházban. A Balatonfüreden inkább költőként ismert Gál Antal alig fél évtizede foglalkozik fotózással, de saját bevallása szerint sem a képek művészi üzenetére összpontosít. Olyan hétköznapi dolgokra szeretné felhívni a figyelmet, amelyek mellett általában az emberek elsétálnak, habár azok fontosak. A tárlatot Bán László, a Füred Televízió szerkesztő műsorvezetője nyitotta meg, aki saját érzéseiről beszélt a kiállított fotók kapcsán. Úgy fogalmazott, Gál Antal sikere abban rejlik, hogy a fotókkal meg tudja szólítani a közönséget, hiszen minden alkotás gondolatébresztő. Sokféle ember sokfélét tud gondolni egy-egy képről. Hozzátette, nagyon jó dolog, hogy Gál Antal a versek mellett biztosít a közönségének egy könnyebben fogyasztható üzenetküldési módot, ez pedig a fotózás. A kiállító maga is azzal a céllal készíti a képeket, hogy üzenjen. Ezért nagy jelentősége van a fotók címének is. A zsebemben van a fényképezőgép, megyek, és amikor látok valamit, ami nekem megtetszik, akkor azt lefényképezem, és én szeretek fricskázni is. És van egy olyan anyagom is, összeállításom is, aminek az lesz a címe, hát ha majd sor kerül rá, hogy Füred egy füredi szemével, hát abban vannak fricskák rendesen. Ezek a képek olyanok, amiket én nagyon szeretek. Tehát én nagyon nagy élvezettel csinálom ezt a fotózást, és amikor fényképezek, akkor alig várom, hogy hazaérjek, és áttegyem a számítógépbe, és ott lássam a monitoron, hogy tényleg hogy mutat. És azt is bevallom, hogy néha belenyúlok a képekbe. Mert igazából azt szeretném elérni, hogy aki nézi a képemet, akkor az valahogy átérezze azt, amit én éreztem, amikor azt a valamit megláttam, és ennek érdekében egy kicsit belenyúlok a képekbe. De ez egyébként nem nagyon látszik. Az tulajdonképpen egy tükör. Tehát igazából én önmagamat látom a világban. Azt veszem észre, ami nekem fontos. Mert ami nekem nem fontos, ami nem hat rám, azon azt észre se veszem, azon keresztül nézek. Tehát valójában azt is lehet mondani, hogy ha ezeket a képeket végignézik, akkor igazából ez én vagyok. Azt gondolom, hogy a címmel nagyon sok pluszt adhatok egy képnek. Sokszor kontrasztba állítom a képnek a mondani valójával direkt, hogy tényleg egy kis fricskát beleviszek, vagy egyáltalán valamit, ami a kép mögött van, azt odaírom címnek. Úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartom, és mindenképpen úgy érzem, hogy ezzel több lesz a kép. Gál Antal kiállítására már a megnyitó alkalmával is sokan voltak kíváncsiak, de aki ezután látogatná a tárlatot, december 3-áig teheti meg az Arácsi Népházban.